Mester Tamás, altass el. Az, aki voltam, egy fényképről néz vissza rám, és nem hasonlít már múlt és jelen. Valami elmúlt, lassan felnőttem én, mégis úgy vigyázol rám, mint amikor még nem tudtam, milyen jó nekem, hogy itt vagy. Mindig így legyen. Így legyen. Mindig itt legyél. Altass el, ringas, mint régen. Már értem a mesét. Jól, csak a szíveddel látsz. De néha még a szív is téved. Hát mindig itt legyél, hiszen semmi volnék nélküled. Szabó Marian Mester Tamás Altass el című versét adta elő azon a rendezvényen, amit május 5-én rendeztek meg a Dorogi Márton Művelődési Központ színház termében. A többcélú nevelési oktatási intézmény tanulói anyáknapi koncertre hívták és várták az édesanyákat, nagymamákat ezen a napon. Az anyák napja egy világszerte megtartott az anyaságról megemlékező ünnep, melyet Magyarországon május első vasárnapján tartanak. Éppen ezért a többcélú intézmény pedagógusai arra gondoltak, hogy hagyományteremtő szándékkal létrehoznak egy anyáknapi koncertet. Az anyáknapi koncert ötletét az adta, hogy az intézménynek évek óta nagyon jól működő énekkara van. Többször indultak már versenyeken, és a legutóbbi éneklő ifjúsági minősítő hangversenyen aranyminősítést szereztek. Büszkén mondhatom el, hogy aranyminősítést kapott dicsérettel az énekkarunk. Ez egy nagyon magas minősítés tulajdonképpen, a legmagasabb. Olyan iskolákat hagytunk magunk mögött, amelyek zenei általános iskolák, tehát akik heti 5 órában tanulják az éneket, míg a mi tanulóink heti 1 órában énekkari foglalkozásokkal kiegészítve. Szerettük volna, hogyha a Petőfi iskola sem maradt ki ebből a szervezésből, ott pedig nagynéki Solga tanárnőt vontuk be a szervezésbe, és így ketten a két tanárnő néhány verses produkcióval, illetve zenés produkcióval kiegészítve, hangszeres produkciókkal összeállt tulajdonképpen egy műsor. Szerettük volna egy picit erősíteni, hogy a 3 tag intézmény ebben is összetart, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy adjunk valamit az édesanyáknak, láthassák gyermekeiket, hogyan szerepelnek, milyen ügyesek, és hát örömet szerezzünk vele mindenkinek. A megjelenteket Petőné Pap Margit intézményvezető asszony köszöntötte. Beszédében elmondta, Magyarországon 1925 óta ünnepeljük az anyák napját. Majd egy érdekes kutatási eredményről számolt be a közönségnek erről a napról. Talán egy szó elég, mely lágyan tovaszál. Egy kósza perc, tétova mosoly, egy hívás, közeledj. Csoda fakad szívükből, öröm, s már ott is van köztetek. Grimm Pálfi Piroska felejthetetlen soraival, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm anyáknapi ünnepségünkön megjelent kedves résztvevőket. Engedjék meg, hogy először egy rövid történettel indítsam. Magyarországon 1925 óta ünnepeljük a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében az anyák napját. Régi időkre tekinthetünk vissza, mert már a görögök is megemlékeztek az anyák napjáról, és tudni kell, hogy a britek meg egy felmérést készítettek, hogy az anyák, akik annyi idegességnek, aggodalomnak, fájdalomnak vannak kitéve, vajon a nap melyik szakában élik meg a leginkább stresszesen ezt a feladatot? 18 órakor. Bár ezt nem nagyon tudtuk, mégis úgy gondoltuk, hogy a mai alkalommal 18 órára tesszük ezt a kezdést, így is szeretnénk oldani a stresszes állapotot, és hiszem, hogy mindenki számára ünnep lesz ez az 1 óra, ez a délután, amikor az anyákról emlékezünk meg. A műsor 2 részből állt. Az első részben a diákok álltak a színpadra és elénekelték a minősítő hangversenyen előadott népdalokat.
rendezvény második részében az anyák napi műsorszámok következtek. Először a Tomka testvérek, János, Joel és Boáz léptek a színpadra, és a trombita játékkal szórakoztatták a megjelenteket. Majd Nagy Bence egy anyák napi verset szavalt el. Köszönjük, hogy mind itt lehetünk, köszönjük nekik, hogy élhetünk. Nem fejez ki pár szál virág, és nem mondhatja el szó azt a hálát, amivel mi tartozunk. Adni mégis mindig jó. Százszor elmulasztott perceket egy ünnepnap bepótolunk. S mint tékozló, visszatérő gyermekek, mindig olyanok vagyunk. Anyák napja, a legszebb ünnepünk. Ez a nap, hogy mindent köszönünk. Köszönjük, hogy mind itt lehetünk. Köszönjük nekik, hogy élhetünk. Színpadra állt a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény három tagiskolájának kórusa is. Kodály, valamint ismert anyáknapi dalokat énekeltek el a közönség soraiban helyet foglaló édesanyáknak, nagymamáknak. Thank you.
Az est folyamán több hangszeres előadás is hallható volt. Dombi Fanni furulya játékával, míg Koródi Katinka hegedű szólójával kápráztatta el a közönséget. Koncerten fellépő gyerekek elmondták, jó érzés, hogy köszönhetik az anyukákat, szeretik ezt a napot, és számukra a legfontosabb, hogy olyan ajándékot adjanak édesanyjuknak, amit ők készítettek saját kezűleg, szívből, szeretettel. Ez egy nagyon fontos és bensőséges ünnep. Mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, tényleg mindig nagyon szeretjük. Mi mindig virágot adunk anyának, de mindig készítünk is mellé valamit saját kezüleg. Ez szívből jön, sokkal, sokkal jobban megérti az ember, hogy mennyit készült rá, hogy ezt csinált a saját kezével. Általában mindig készünk egy kis műsorral, verseket mondunk, illetve ajándékot készítünk, virágot, pár szál virágot mellé. Mi anyának mindig veszünk valami ajándékot, illetve készítünk saját kezüleg, meg virágot mellé. Fontos, hogy anyalásra úgy szeretem, meg hogy szívből csinálom neki. Virágot veszek, saját kezüleg is készítek. Ez olyan sajátos, és hogy biztos örül neki, hogyha én készítek neki valamit, és nem veszem. A megjelentek anyukák, nagymamák elmondták, hogyan is ünneplik otthon ezt a napot, és hogy mit is jelent ez számukra. Annyira szép ünnepség szerintem, hogy ezt nem lehet neki hagyni. Tehát ez egy nagyon, az édesanyák, nagymamák ünnepe, ez egy nagyon szép. Megszoktuk a gyerekekkel, unokákkal, mindig megszoktuk ünnepelni. Csodás érzés, nagyon jó. Nagyon-nagyon készülnek. Már tegnap is láttam sutyorogni őket a csukott ajtó mögött. Három lánykám van, és mindig a virág, ugye a virág mindig van, akár vágott, akár cserepes, és emellé mindig valami külön meglepi van. Volt már, hogy verset írt,
írtak, volt már, hogy külön szavaltak valamit, de mindig valami egyedit. Az, amit maguk találnak ki, és sokat agyalnak azon, sokat gondolkodnak azon, hogy mi az, aminek igazán leginkább örülnék, ezért a legtöbbet. Én úgy szoktam, hogy engem jönnek megköszönteni, és akkor főzök, meg sütök. Hát még az én gyerekeimnek is elraktam az ajándékját, az is megvan az óvodából, meg az iskolából. A dédunoka minden van, mindig megünnepeltük, mert ez a szívünknek a szép ajándéka, kinyílnak a virágok, és ilyenkor összejön a család, és akkor örülünk egymásnak. Szerintem azért, hogy egymással kapcsolatot tartunk, és megemlékezünk egymással. Mai világban különösen fontos lenne, mert annyira széjjel van mindenki, hogy szerintem még ezen a napon nagyobb jelentőségének kellene, hogy legyen. A több célú intézmény tanulói tehát közös hangversennyel ünnepelték meg az anyák napját. Műsorukkal kimutatták az anyukák, nagymamák iránt érzett szeretetüket. A közönség soraiban ülő ünnepeltek pedig könnyekig meghatódva nézték és hallgatták a gyerekeket. A szín!